Krisztián. Negyedik osztályba jár, és már imádja a fizikát. Ismeri Albert Einsteint és Newton első törvényét. Sok tudományos és űrhajós filmet néz. Ha nagy lesz, asztronauta lesz. Magyarországon nagyjából 200 ezer a szegény sorsú gyermek. Szerbiában ez a szám 102 ezer körül mozog. Ezek a gyermekek a kezdetektől fogva sokkal kevesebb lehetőséget kapnak, mint azok a társaik, akiknek legalább egy középszerű életszínvonal adatott meg. Számukra nem magától értetődő a kirándulás, a csokoládé, a divatos ruha, sőt akár még a továbbtanulás sem. Azt hihetik, azért nincs ezekben részük, mert nekik ez nem jár. Nap mint nap látják, ahogyan a szüleik a megélhetésért küzdenek. Ez azt sugallja nekik, hogy rájuk is ez vár. Mégis mernek álmodni, sőt terveik vannak, hiszen gyerekek. Gyerekek és övéké a jövő. A mi dolgunk segíteni abban, hogy ezt ők is tudják. Nekünk kell rámutatnunk, hogy nem a drága ruháktól lesz valaki teljes értékű ember. Az adományozás, pénzbeli segítség csak tüneti kezelése a szegénységnek. Sokkal fontosabb és egyben nehezebb feladat, hogy megtanuljuk a figyelmünket nekik adni. Éreztetni velük, hogy a világ ugyanannyira az övéké is, mint azé, akinek több adatot meg. Egy gazdag ember nem több, mint egy szegény ember, akinek van pénze. Merjünk többet adni egy doboz kinőtt ruhánál.